rekord esztendőt zárunk Komlón. Így értékelte Hoppá Péter az elmúlt egy évet Komlón. Az országgyűlési képviselő immár hagyományosan az új év első munkanapján tartott tájékoztatót a város polgármesterével közösen. Polics József összefoglalva a 2021-es esztendőt úgy fogalmazott, minden területen el kell végezni azokat a fejlesztéseket, amelyek a hétköznapi élethez szükségesek, és a tavalyi év ebben kiemelkedő volt. Legyen az oktatás, egészségügy, kultúra, közterületfejlesztések, a közterületfejlesztésekben az utak, a járdák, a játszóterek, a közösségi tereknek a fejlesztése területén hatalmasokat léptünk előre. A tavalyi évben 3,6 milliárd forint érkezett Komlóra a kormányzatnak köszönhetően, összegezte Hoppá Péter a fejlesztéseket. Az elmúlt évtizedekben 2021 volt az az esztendő, amikor a legtöbb beruházás valósult meg az egykori bányászvárosban, de még az év végén is részesült támogatásból a komlói önkormányzat. A rendkívüli kormányzati intézkedések körében Komló város önkormányzata is támogatott lett, így örömmel jelentjük be, hogy a szilveszteri asztalra is került kormányzati támogatás 203 millió forintos rendkívüli kormányzati támogatást kapott az évvégi maradvány, állami maradványkeretből Komló. Ennek köszönhetően ismét pozitív mutatóval zárta az évet a város, tette hozzá a képviselő. A tájékoztatón kiemeltek olyan nagy volumenű beruházásokat, mint a buszpályaudvar felújítása, a Nagyrét utcai elkerülő út építése, illetve az iparterület és a Gagarin általános iskola fejlesztése.